Köszöntöm mai ünnepi könyvbemutatónk valamennyi résztvevőjét, akik eljöttek ma erre a rendezvényre. Feladatom a könyvbemutató megnyitása és a helytörténeti füzetek sorozatának bemutatása. Már 1992-ben az első nagyfunk kalendárium megjelenése évében felmerült, hogy vannak olyan írások, hosszabb dolgozatok, amelyeknek terjedelme meghaladja a kalendárium szabta kereteket, abban nem közölhetők. Célszerű lenne az érdekes, városunkhoz kapcsolódó írások közlésére egy várostörténeti sorozatot indítani. Szerkesztő társaim felkértek erre a feladatra. A helytörténeti füzetek, végül is ez lett a sorozat neve, első írása Bana Sándorné, a Kisújszállási 48-as Olvasókor története című kiadvány volt, ami 1995. májusában jelent meg. Ma pedig a 35. füzetről, Vitáli Sándor nagytiszteletű úr önéletírásáról tartunk bemutatót. Az elmúlt 20 év alatt különböző, igen értékes publikációk láttak napvilágot. A legtöbb füzet kifejezetten várostörténettel kapcsolatos. Vannak könyvek a gazdálkodásról, az életmódról, Kisújszállás nyelvéről, táplálkozásról, oktatásról, kertgazdálkodásról, de vannak egyházi témájú művek is, a református egyház és a templom története például. Írtunk a zsidó és a cigány közösségek életéről. Vannak konferencia kötetek, amelyek egy meghatározott témában folyt tanácskozás anyagát tartalmazzák. Így a város természeti értékeiről, tájváltozásról,
1848-49 történelmi emlékezetéről. Vannak emlékkönyvek, az első és a második világháború hőseinek szentelt kiadványok, Zsoldos István tanáró publikációnak gyűjteménye, vagy a város református lelkészeinek emlékkönyve. Művészeti tartalmú kiadványok is készültek, ilyen Nagy Imre néhai költőnk retrográf verses kötete, Dr. Kis Kálmán irodalmi visszatekintése a kisújé harangszó, vagy Papi Lajos fotó gyűjteménye. Nagy csoport a város egyesületeiről, intézményeiről készült ismertető művek sora. A városvédők, a vadászok, a horgászok, az obodák, olvasókörök történetéről szóló írások. És végül a személyes jellegű visszatekintések következnek. Nagy Kálmánné család története, illetve Pétó Gyula és Vitális Sándor lelkészünk emlékező kötetei. Ez utóbbi kettő témája hasonló. Bár elnézést kérek a profán hasonlatért, de mindegyik, hát, hogy mondjam, egy pásztor alkotása, Pétó Gyula pásztoré és Vitális Sándor lelki pásztoré. Tehát ezek egyéni kötetek. És ezzel a mai könyvbemutató céljához értünk. Nagy tiszteletű Vitális Sándor, nyugalmazott lelki pásztor, ünnepi könyvbemutatójához. Ünnep ez azért is, mert ahogy felvezetőben mondtam, a hétfőn ünnepelte november 2-án 89. életévét, és így már a 90. esztendőbe jár néhány napja. Így születésnapi alkalom ez a rendezvény, Vitális Sándornak is, és a helytörténeti füzetek 35. kötetének is. Isten éltesse Sándor bátyámat, volt presbiter és gondoktársamat sokáig. Benne a kisújszállási kalendáriumok egyik szerzőtársát is tiszteljük, hiszen évek óta publikál évkönyvünkben, és a 2016-os kalendáriumban is elküldte már írását. A Református lelkész voltam a 20. században című kötetről és írójáról most nem kívánok beszélni. A könyv előszavában röviden mindkettőt miért adtam, a szerzőt is és az írást is. A kiadványal kapcsolatban egy dolgot szeretnék még a leendő olvasók figyelmébe ajánlani. Azt, hogy ennek a 35. kötetnek két szerzője van. Hát van több is, de két meghatározó szerzője van. A második részben, a könyv második részében Vitális Pál, Sándor bátyánk édesapjának háborús naplóját közöljük. Ennek a nagy háború, az első világháború 100 éves évfordulója adott aktualitást. Ha már 100 év megőrződött ez a kiadvány, vagy ez a kézirat, akkor ideje volt helyt adni könyvformájába ennek. És egy gondolattal zárom a bevezetőmet. Mikor dr. Fazekas Mihály muzeológust megkértem, hogy írna a kalendáriumukba egy cikket, azt válaszolta, hogy szívesen, egy fejfával több őrzi emlékemet. Hát ő egy irodalmi fejfára gondolt. Most, hogy Vitális Sándor könyvének mottóját elolvastam, visszaköszönt ez a gondolat a Franklin idézetben, amelyik így szól. Ha azt akarod, hogy emlékezzenek rád halálod után, írj valamit, amit érdemes elolvasni, vagy tégy valamit, amiről érdemes írni. Sándor bátyám visszaemlékezése elérte célját, irodalmi fejfát áll. Lábnyom ez az utókornak, amelyen elindulva vissza lehet tekinteni a megtett útra. Isten éltesse sokáig születésnapokon, a könyvben mutatott ezen nem megint. Abba egyeztünk meg Bobák Robert Búzsa, az unokával, hogy most ott hagyja a versenyautókat a garázsba, vagy a mindenek nevezik ezt a boxba hagyja, igen, és hát Mexikóból évek szakadva visszajön erre a nagy szerű eseményre, és inkább ő beszél nagyapjával és mutatják be ezt a könyvet, hogy keletkezett ez, mi voltak az előzményei,
és hogy alakult, hogy öntött könyvformát. Ez a könyv, még azt is el kell mondani, hogy Sándor bátyám ahhoz képest, hogy a 95-ben jár elég fürge, mert a 34. kötet még nem jelent meg, de ő már a 35-kel befutott. A 34. kötet az első világháború áldozatairól szól, a történészek még dolgoznak rajta, de az idején az is meg fog jelenni. És akkor én átadom a szót, a párbeszéd lehetősége adott. Úgy gondoltam a menetét ennek, hogy mikor ők ezt megbeszélték, akkor lehetőséget adnánk a közönségnek is, ugye, hogy kérdezzenek. Nem az autóversenyzés, és utána pedig lehetőség lesz a dedikációra, mert hoztunk ezekből a könyvekből rendesen. Úgy tudom, hogy 400 példányban jelent meg, tehát igaz, hogy kötelezettsége volt Sándor bátyámnak, hogy azokon a helyeken, ahol szolgált lelkészként, vagy a megbékélés házba berekülnön, mindenüve juttattak ebből a példányból. Hát ezt is lépésztusnak tartunk. Köszönöm szépen, és cseréljünk egy tárgyalmat. Igen is mindenkit üdvözlök, Bobák Robert vagyok. Először is Isten éltesse nagypapát, Sanyi nagypapát, 89. születésnapján elérkeztünk ez a csodálatos könyvbemutató. Szeretném gyorsan megjegyezni, hogy az egyik unoka vagyok a háromból, hiszen Vága testvére Bobák Tamás és Orosz Anikó is itt vannak, úgyhogy hárman vagyunk itt nagypapa mellett, és nagyon szépen köszönjük, nagyon megható, hogy ennyi kedves ember összegyűlt, és nagypapám miatt a könyvbemutató alkalmából most itt lehetünk, és nyilván nekem is egy picit nehéz a helyzetem, hiszen talán életem egyik érzelemdúsabb interjúja következik, így igyekszünk mederben tartani, és kettőt-hármat kérdezek, utána önök, illetve ti is bátran kérdezzetek. Éppen azon is gondoltam, hogy lehet, hogy jobb lenne, ha nagypapával bejönnénk ide középre, vagy jó lesz így? Nem is zaporítom tovább a szót, de lényeg, hogy nem gyökerezett föld a lábam, kedvenc futballistám Francesco Totti előtt sem, Lewis Hamilton előtt sem, és most remélem oda tudok nélkül nagypapálok, mert mindezett ez így izgalmas és érdekes lesz. Gyönyörű szép lett a könyv, én nem is gondoltam, hogy ilyen gyorsan és ilyen hamar elkészül, és mindenkinek benyújtott segítséget köszönjük szépen. Rengeteg történet van benne, nagyon szerettük kiskorunk óta, ugye 36 vagyok most, tehát pici korunk óta hallgatjuk nagypapának a történetét. Sokszor humoros formában előadva, hogy a jó történetek is még jobbak legyenek, és emlékszem mindig, amikor ellátogatunk kisújszállásra előtte Kisvarsányba. Talán még gulási évekre nem nagyon emlékszem annyira, de nagyon szép történeteket mondott nagypapa, és nyilván kimaradtak azok a sztorik, amit egy-két fotó idézett fel bennem. Itt állunk a öcsémmel és unokatesommal, Anikóval, ugye Kisvarsányi templomban 89-ben a karácsonyi ünnepélyen vettünk részt, és hát, szóval igen, ott is tördeltem a kezemet, hogy el ne roncsam a szöveget, meg az éneket. Volt olyan is, hogy visszaértünk a nyári kisvarsányi nyaralásunkból, és az osztálytársaink mondták, hogy ilyen tanyán voltunk, ilyen csodálatos házban nyaratunk, Dunaparton voltunk. Öcsémmel meg azt mondtuk, hogy nekünk meg a kertünkben volt egy templom, úgyhogy azzal szerintem beadtuk az ászt. Illetve egyszer, ezt is egy viccesen mesélgetett, a 85-86 körül Kisvarsányban, nagypapa szobájában voltak, ha jól emlékszem, lelkészek, és húsvét volt, és nekem egy gomba frizurám volt, az egyik lelkész bácsi meglocsolt, és én annyira sokkot kaptam, kérdezték, hogy miért mi a baj, és mondtam, hogy a nagypapa egyik haverja, tehát a kislánynak nézett, mert meglocsolt hozzá. Rengeteg ilyen aranyos vicces történet van a Messzike nagymama és Sanyi nagypapa kapcsán. Messzike nagymama sajnos már 2 éve nincs közöttünk, mi ugye pesti gyerekeként neveztük Messzikének, hiszen Kisvarsány nagyon-nagyon messze volt, és budapesti nagyszüleinktől jóval közelebb voltak. Úgyhogy nem is szaporítom tovább a szót, hogy kérdezném is nagypapát először, hogy bennem sokféle emlék előjött. Mi volt az a indító, amikor azt tetszett gondolni, vagy azt gondoltad nagypapa, hogy ezt legalább egy
könyvbe az emlékek egy tizedét, századát befoglaljuk. Kedves hölgyeim! Nehéz még szabad. Az, ami mint a madár a fészkére. 25 évet töltöttünk itt a feleségemmel. 1990. augusztus 18-án és október 1-ével 40 évi szolgálat után hivatalosan nyugdíjba mentem, de tovább dolgoztam. Itt, ahol kezdtem a kisújszállási református egyházban és a kisújszállás határán. Hazajöttem, mert most is a Téglagyár utca 10 szám alatt, ahol harmadik éve lakom, a Vermes háton, ott van nem messze a családi fészek, a Vitális ház, a Cserepes utca végén, a édesanyám részéről a Kígyó utca 59, talán úgy mondom, hogy Szilágyi nagyapáméktól Szabó Gergely, akinek a fia miniszter lett, ők vették meg 1926-ban ezt a lakást. Tehát hazajöttem mostani lakásomban is. De a temetőben, ahogy talán tréfásan hangzik egy lelkész szájából, az örök lakásom, a megvetett hideg ágyam a nyugati temetőben van. Amikor azt a szektort kezdték, apámmal jöttünk az Igarióból hazafelé, és apám azt mondta, megkezdték az új szektort, talán ide kerülünk, és igen, hazalátunk, mert a tanyánk még most is áll a római katolikus temető mellett. És mellette még 1990-ben az épült 13 sorházban a mi földünkön sikerült az utolsó lakás megvenni, amely még hozzánk tartozik. És hazajöttem abba a gyülekezetbe, ahol elmondhatom azt, hogy régen elkészült az örökrend szerint, ahogy augusztus 20-át ünnepelve a szociális otthonban énekeltem, mert hallottuk a szózatot. Itt élned, arnod kell. És ebben megnyugodva telepettünk le, és éltük az életünket. Szolgáltunk, és vártuk, hogy mennyi van, ki miért. Hadd tegyem hozzá még az unokámat illetően, hogy hadd mutassam még egy próklást, hogy én kunsági vagyok, ő meg jászsági. Az édesapja, amikor a feleségem, hogy két lányunk van, és neki meg fiúkos voltak, és a feleségem nehezen szokta meg a mozgalmasabb fiú unokákat, és azt mondta Bobák László Nászon, hogy ne csodálkozzál, egyik fele jász, a másik fele nagykun, fiúk a pesti flaszteren születtek, egészségesek, még jók is legyenek, akkor már baj van nagyon. Tehát így illet össze a család, és én ma is. És három kívánságom volt az esztendő elején. Megszületett a harmadik bérunokám, 99 grammal, és 900. És most már a súlyát akkor nem mondom, hogy mennyi. Igen,
hála Istennek, azzal vigasztalták a szüleiket is, meg mások is, hogy a női nem erősebb, és kiharcolni azt, hogy egyszer megszületik, életben maradjon, és Isten segítségével elnövekedett. Tehát az, hogy ellen őnéti a keresztelőjére, feljött vassak tavasszal Budapestet. És 35-en ott nagyon boldog napot töltöttünk, hogy együtt örültünk az örülőkkel, ahogy a Bibliát megvan írva, mert együtt sírtunk a sírottal. A másik az volt, hogy 70 éve érettségiztem itt Kisújszálláson, és iratkoztam be a teológiára, Debrecenben, még a Tisza István Tudomány Egyetemre. És 1950-ben elvégezve, most szeptember 12-én a Gyémán diploma után egyedül kaptam meg a Vas diplomát a Debreceni Kollégium oratóriumára. Azután a harmadik pedig, ez a könyv már régen készül, és ennek a kiadását is megérhet. De közben kettős traumával kellett az utolsó időt tölteni. Mert 2013-ban, július 25-én amputálták térden felül az egészséges bal lábamat érszűkület miatt. A jobb lábam, ezzel kellett volna kezdeni, hogy 10 hónapos koromban Kisújszálláson járványból a helynemelőn a gyermekparalízis, és ahogy írom is a könyvben, engemet is elért, és 4 éves koromban tanultam meg járni, mert csak ugye oda vittek, és letettek, és ott voltam más helyen. Aztán jött az iskola, Vitnél falusi iskolába kezdtem a tanulást 1932-ben, ahol Apostol Gábor tanító akkor kezdte a tanítást, akkor alakult ki a Vitnél falu, vagy Újváros, vagy más neve is volt, és ott egy tévedésnek este, illetve az első tévedés a keresztelésem, a családi név volt, mert a bába ennyi jelentett be vitárizsma. Ez meg is volt, de ez az egyik, a másik pedig az, hogy november 2-án halottak napján születtem a temető mellett, és ez az együttő körülmény az, hogy a Római Katolikus Egyház Bíró János nagyapámtól vette meg a temetőt, a mostani katolikus temetőt, mert akkor 1900-ban lett plébánia, Római Katolikus plébánia Kisújszálláson, és jött a vasúthoz az osztálymérnökség, itt van a szomszédom Marsi János, és a járásbíróság megalakult, tehát változott a református egységes egyház, és itt volt a külön temető. De halottak napján születtem, mint mondom, és este, amikor beesteled, keddi napot piacra mentek, 8:30-kor születtem, és este viszont a ablakon besütöttek a gyertyafények, amikor a katolikus felekezetű hozzátartozók kigyújtották a gyertyát. És a másik pedig még a katolikus egyháznak a javára írom, hogy sokszor eljárva a plébánia mellett, most is van valami még ott a plébánia falán, de régen megmagyarázták, hogy egy vesszőköteg van a Római Katolikus Egyház jelképe, azaz egy szál vesző könnyű eltörni, de ha kévére kötik, akkor
tartós erősen lesz. És így volt az indulásom. 4 éves koromban és 8 éves koromban Szilágyi Miklós doktor javaslatára, most amerikai idegsebészetnek hívják, akkor zsidókórház volt Budapesten, megműtötték a lábomat, és megtanultam járni. Mikor gimnáziumba kerültem, akkor kellett megcsinálni a végleges belügyminiszteri rendeletet, hogy a nevem Vitális száz pengőbe került, ami akkor egy jófejű stehén ára volt. De a másik, hogy november 2-án születtem, a iskola törvény szerint akkor szeptember 1-e volt a határidő. Tehát Apostol Gábor tanító távolról rokonunk volt, mert egyetlen előjön nagymamám, Apostol Etelka volt lánykori nevén, és Kunhegyesről jött ide férhez, és ő felvett lókósnak, és jártam, mert gyakorolni kellett a menést, és ezt építették abban az időben. Így egy évet szalasztottam, és 5 osztályt jártam a fiú iskolá, református fiúiskolában, a templom mellett. 1937-ben beiratkoztam a református Horthy gimnáziumba, kisőszálláson, és végeztem 1945-ben, július 14-én. Utána mentem Debrecenbe jelentkezni a egyetemre, a teológiára, és végeztem 5 év alatt. 1947-ben lehetőség nyílt, hogy külföldre is menjen, felsenek a Debreceni Egyetem diákjai. Meg voltak engedély az ösztöndi Genbe, német, francia nyelvet tanultunk a latin mellett, és bár a dr. Tóth Kálmán nevű tanárunk a Dunántúlról került ide, a pápai kollégiumban lévő öreg tanár tanította őt német nyelvre, aki 1848-as katona volt, és arra úgy tanította a diákokat pápán, hogy a német nyelv kötelező, de ajánlom néktek, hogy ha vége van a német oldalnak, akkor menjetek ki, és nem vízvezeték volt, hanem egy edényben ott volt a víz, meg egy bögre, és mossátok ki a szátokat, öblítsétek ki, és tanuljatok tovább. Tehát így minden esetre. Az angol nyelvet pedig Debrecenben tanultam az egyetemi év alatt, mert a nagykönyvtárban volt a kollégiumban. Ezen kívül a héber nyelvet és a görög nyelvet is tanulni kellett. 1944-ben 4-en maradtunk itthon a 51-hány osztálytársai közül. Levente behívónak Lapis Mihály, Pólya Dezső, Lőcs József és én mondtam ellen. Előzőleg a kisújszállási diákokat, erről is írtam a kalendáriumban, hogy Szolnokra meg Kunmadarasra vitték repülőtér javításra. És én meg a Városházára kerültem be, élelmiszer jegyeket osztottunk minden hónapban a városba, a hadkerület, a kaszinóban, mert ez volt a rendelkezés. Mikor elérte a front, illetve megkezdődött az iskola, a mostani Bolemán házba itt a sarkon, ott Schuster műhely volt, és oda tudtunk, mert német kórháznak lefoglalták a gimnáziumot, az iskolákat, mikor közeledett a front.
és hamarabb lezárták a panelibet március 29-én, 44-én. És Petőfivel daloltuk a régi debreceni naukrát, ez a szoba, ahol én most pusztítom a papírost, se nem csokszék, se nem volt csizmadia műhelyből, kizárom majd. Két hét után bezárták, mert légi támadások voltak, és a légi támadások igaz volt, mert a lackereskedés odahullott az első bomba, hogy már a történetet szóban is mondjam, elnézést érte, de ez is bennünk volt. És három nap után kidobolták, mikor véglegesen átvette a szovjet hadsereg a uralmat kisőszállás felett, hogy jelentkezzenek, akik a városházán szolgáltak, a munkára, hogy induljon a közigazgatási élet, aztán később a templomot kellett kitakarítani, az iskolákat kitakarítani, tehát istentisztelet és tanítás legyen. És mit ad Isten? Az első három napon leültettek dr. Pavia László, dr. Vajda Gyula a jegyzői irodába, és civil betűkkel 10 igazolványt kellett lemásolni, hogy a városházán dolgozunk közigazgatási alkalmazottként. És délben ezzel meglettünk egy Major Tibor nevű diáktársammal, és mentünk hazafele, ahol most a Pávás iskola van, Pavia Lajos vagy Pavia Lajkó talán még jobban, a Pávás iskola helyén. Ott volt egy orosz katona, ott volt az első orosz parancsnokság. Az elejünk állt, hogy davaj kicsi robot, és egy autót kellett megrakni aszalt almával, körtével. És hát mutatjuk az igazolványt, erre mondott egy csúnyát oroszul, és nekünk szegezte a bajnétot, hogy menjünk befele, aztán rakjuk. De jó szívű kis katona volt, ő velünk egykorú lehetett, mert mikor felraktuk a kis zsákokban elhelyezett a szalgyümölcsöt, akkor egyet kihasított a bajnétjával, és mutatta, hogy tömjük meg a zsebünket a szalgyümölcsel. Hát anyám nagyon nézett, hogy mi lett vele, fiam, meghíztál egyébként, kövér voltál. Tehát így indult az ismeretség. És november 23-áig voltam közigazgatási alkalmazott, és akkor kezdődött meg a gimnázium, négy évben a 8. osztály, tehát érettségére mentünk. De akkor közben behívtak, mert ismertük a határt, hogy írni kellett a jegyzőkönyveket, ahogy a pincébe, meg mikor hordítálták. Nem szaporítom a szót. Márciusban most a tűzoltóságon ott volt a sorozás, és nagyon az új hadseregben nagyon keservesen vettem tudomásul, hogy hát engem nem soroztak be, hát mi lesz, hadi érettségi lesz majd. És azt mondta Pál Sándor, ismerős légtulajdonos a Mester utcáról, ő volt főhadnagy rangban a sorozási bizottság. Te érted, egyedül nem tartanak osztályt, hanem te is megkapod a hadi érettségét. Így július 14-én a francia forradalom évfordulóján leérettségiztünk. És akkor mentem Debrecenbe. Igen ám, de ugye 1942-ben Nagy István lelkész nyugdíjba ment, és helyére dr. Sipos István került, aki a debreceni teológia akkori dékányával hitvitát rendezett, és hát szinte büntetésként tették le kisújszállásra dr. Sipos István, jó gyülekezetet kapott, nagyon jó fizetést, és az történt, hogy
Én adok neked, fiamnak, kérjél Bucsai Laci bácsitól, mert ez meg ez van. Hát mondom, én ide tartozok, mert három részre akkor osztották, három részre Kálvin téri, vagy Kálvin utcai Széchenyi téri és Banyasi gyülekezeti a Kisújszállás egyháza. És oda tartoztam volna. De nem volt semmi baj, bementem és felvettek meg. Az is volt akkor még előírás volt, hogy egészséges legyen a lelkésznek, jelenkezik pláne falusi lelkésznek. És igazuk volt, de felvettek minden további nélkül. Hát erről is írtam, hogy három gyülekezetben is belém kötöttek. Benken azt mondták, hogy egyik vénpap helyett a másikat választjuk. Erre az volt, egy fiatal asszony azt mondta, hát lehet, hogy a haja fehér, de a foga az még mindnek van. Elnézést foglalkozni. A másik helyen meg azt mondták, hogy nem csak Sánta ez a pap, hanem Göthös is. Hát 800 lőhelyes nagy templom van, hát ezt nem tudjuk, nem értjük a beszélgét. Hármas csere volt, mert ugye az államegyházügyi hivatal írt egy papírt, hogy ezeket meg kell cserélni. És végül azt mondta a választás vezető Gergely úr, de lelkész, láthatatlanból ne ítéljenek, hallgat. Van lehetőség, hogy telefonálom, mondja, szeretnénk meghallgatni a rügyeket. És annyira megharagudott az idős lelkész, hogy nem adott szállásra. Este 10-kor már nem volt buszjárat, 15 km a legközelebbi állomás. Egy presbiter adott szállást, és beaktessékeltek a tiszta szobába, lefeküdtünk, a páros ágy volt, meg egy sezon a végében, a Árpád bácsi a sezont választotta, én nekem a páros ágyat megvesztem meg a háziasszony. És két mondatot, vagy három mondatot mondtam, az idős lelkész fáradt volt, öreg volt, és elkezdett horkolni, meg a fogát is kiforgatni. Hát gondolottam, hogy amikor egy prédikációra van feltéve a további jövőm, akkor mi lesz velem mostan? És leszakadt az ágy alatt. Reggel fél négykor jön a házigazda, az megvakarra fül, hogy mi történt? Hát mondom, elnézést kérek, de megfordultam és leszakadtam. Tessék elhinni, hogy a fehér gyarmati vásáron nem, az ősszel lettük, mert nem volt bútor, volt egész Szabolcs megyébe. Hát megnéztük, tényleg ugye két végű ház volt és közöttem a konyha, és ahogy a gőz bejött a hideg tiszta szobába, az enyvezés, amivel a pánt oda volt ragasztva, az feloldogott, és akkor is megvolt a súlyom, és nem. Na és szóval este eljöttek, minden 800 ülőhely tele volt, és hát megválasztottak egy hangulat, és azt mondta a házigazda, azzal mentett ki, hogy hát megyek reggel a csarnokba, viszem a két kanna tejet a tejcsarnokba, majd elmondom, hogy nem csak látszik az új papunk, akit választottunk, hanem a súlya is megvan. Ez történt az egyébként. Hát aztán ezzel megoldódott ez a kérdésem. Nagypapa, elnézést kért, megérkezett egyik dédunok, a másikat meg hallottuk a szomszédból. Az a feladat, hogy egyet azért kérdezzek én is. Nagy örömmel hallgatok. Annyi kérdés van, hogy nagyon sok minden benne van ebben a szép könyvben. Mennyire volt nehéz esetleg, hány ilyen könyv telhetne még meg, mennyire volt nehéz esetleg picit szelektálni? Hát nehéz volt, pláne abban a helyzetben minden megbántás nélkül, amikor az új lakásomban volt egy könyvtárszoba, mert a második diplomámat a könyvtárosság és a nagy könyvtárban dolgoztam, a kollégium nagy könyvtárban, mint egy 2000
kötet könyvet osztottam széljel a városba és a környékben a kollégáimnak, meg a ismerősöknek. Tehát megvolt magam csendességében. Az utolsó időben már, amikor kezdett romlani a kezem, meg a munkám is több lett, akkor Magnus Halagra mondtam nagyon sok minden. Kedves feleségemnek, akivel 65 évet töltöttünk együtt, Isten kegyelméből és szeretetéből, az volt az utolsó kívánsága, hogy miért vettem el Kovács Margitot. Június 2013. Június 29-én fejeztem be ezen a 6x9-54 perces szalagokat, és felolvasta, hogy lehallgattuk, és jóvá hagyta ezeket a dolgokat. Tehát most, hogy úgy mondjam, néha megkapom a szociális otthon kocsiját, kivisz, és megbeszélve érten jön, meg segítség is jött a lakásomban, hogy kiválogassam azokat, amik kell, és hadd mondjam azt, hogy hát akkor egészen nagyot ugorok. Még Kisvarsányból annyit mondjak el, hogy mikor oda mentem, ott is azt mondta az öreg kurátra mosolta nyemenapja Imre bácsi, Csobolya Imre, hogy elbúcsúzhatom, úgyhogy viszontlátásom. Azt még meggondoljuk, mert egyébként fiatalokat ígértem, ezt peresünk. De amikor a harmadik teherautóval is megállt, megérkeztünk 89, vagy 79. május 28-án, hangosan mondták, hogy a lerakodókkal beszéltek az utcán. Na, ez sem, hogy mi zsírunkon fog meggazdagodni. Ne hallgatjanak, hogy ilyen körülmények között, hiszen majd Rógi unokám elmondja, hogy hogy érezték ők a falusi házba magukat, de most is az az érdekes, hogy ez a 1000 lelkes kis falu vásárosnamény mellett most majd az új útot megyen keresztül 50 könyvet rendelt, láthatatlan volt, és ugyanilyen összeállításba hívnak bennünket. Tehát ismernek, és ez nyugtatta a dolgokat, hogy jó helyünk volt, egy család. A feleségem közben postás lett, mert a faluban akkor kellett a posta, mert fizetni kellett az adót, aztán meg egyebet, és a parókia konyhájában volt a falu postája, fiú posta. A feleségemnek felső kereskedelmi végzettsége volt Budapesten, és 3 nap alatt megtanult a postárságot, és 29 év, 208 napot töltött. És a mostani nyugdíjamhoz, közvetlen nyugdíjam már ilyen adóbevallást is tartsak. 30 ezer forintot kapok, jelenleg elég 50 volt, mert ugye fele egy év után pedig 30 ezer. És én is nagyon sok helyen dolgoztam a postán, mert kis posták voltak is. És ehhez még hozzájárult az is, Biszkú Bélának annyira neve, forog a neve újra a köztudatban, oda való volt a szomszéd faluban, Márpapiban. Mert sűrű falu, és a versben van szedve a neve, hogy Gecsecsoma, Macsola, Márpapi, Csaroda, Asztai Surány, Tákos, ez a 9 város. És meghalt az öreg postás Márpapiban, és a hálószobájukban volt nekik meg a, egy idős házaspár, a posta, falu postája, és ott nem akartok akárkit beengedni, és a személyzet is azt mondta, hogy hát, érde meg a gulácsi lelkész, hát mit ért ahhoz a papa, ezt is mondták. Aztán azt mondta a személyzet, és egész nyugodtan bízza rá magát,
oda kerültem, és mikor leszámoltunk, három ottó megmaradt. És azt mondom az idősenyének, hogy tessék ide figyelni, én kitöltöm ezt, hogy egyszerűbb lesz így a 100 ottó ment a faluba el, hetente. És pénteken délben majdnem égnek állt a bajom, amikor a 8-as nem találtam el, a többi 4-es megmaradt. Ebből akkor lett város vásárosra menni, és ott épült ház, 40 lakásos, és abban is egy kis úgy elég nem akartak bevenni, de aztán volt itt egy Kővári nevű telcsalmagos, aki Villandó utcán megy itt a Mites utcán, annak a lánya papír lett és ügyvéd, és a Jutka Varga Zoltánnal jártak együtt, ahogy később egyeztetünk Zolival, és ő is bekerült, meg a katolikus plébános, illetve kanonok lett már, ő is a megye. Aztán tovább folytatva, még ezt mondom el, hogy akkor jön divatba az, hogy úrbesi követmenet a takarékszövet. Alattunk volt a takarékszövetkezet, a nőklapjait vásáros nem érő falu, ez a város, ugye ott a Tisza átjárónál, és ők emelték, mert annyira megnyílt a határ Kárpátalja és Spácium között, tehát Románia elég között, és nem győzték a valutát beváltani, mert volt egy kis OTP, volt egy kis kereskedelmi bank, meg volt a takarékszövetkezet. És ők emelték meg a dolgot, hogy 22 ezer forintot kaptunk a lakás egy négyzetméteréért, a itteni kisőszállási, mostani még a nevünkben lévő lakáson, pedig 18 ezerért csak el kellett pakolni. Tehát így kerültünk haza, mint a madár a pénztér. Mi is a célegyeneshez érkezünk lassan, legalábbis az én részemről aztán lehet majd természetesen kérdezni. Dátumok, nevek, évszámok, idézetek, lehalkítottam. Fantasztikus a nagypapa memóriája. Annyi kérdésem lenne még, és utána átadom a szót a hallgatóságnak, hogy megjelent a könyv, tényleg ennyire, mit érez most nagypapa, elégedettséget, vagy még, hát, még belefér? Még hadd mondjak hozzá, ha nem termelem. Hadd mondjam hozzá, ahogy jöttünk a ködbe, azért elvéztem, és megláttam itt el a tornyon egy méhkasot. Valamelyik nap a bizonyítványaimat raktam, és a gimnáziumnak is négy méhkas van, gyékényből. És ez azt jelenti, hogy az ifjúság idején igyekeztem mindent megragadni, különösen negyedik gimnáziumtól kezdve, azóta választom, mert ugye négy gimnázium akkor felért egy érettségivel, közhivatalból visszatértek országba, hiszen akkor a postások hivatalnokok kellett. És én meg viszont akkor kaptam azt a segítséget, hogy hát magántanítvány, korrepetálás. Például most nem régen elmúlt Nagy Imre is ilyen tanítvány volt is. Végül a posta vezetőjének. Nem régen. El is foglalkoztam. És ahol most az országzászló van, ott meg volt egy trafika bíróság, járásbíróság előtt, ahol könyveket is árultak, és 25 fillérre lehet ott ilyen fűzött papíron a magyar klasszikusokat megvenni, később 50 forint, vagy 50 fillér volt, utána 1 forint. Hát 10-20 forint megjött kaptam a egy hónapot tanításért, és ide fektettem be, és később ez lett. Részint felégették a front alatt, mikor a tanyámból kiűztek bennünket, aztán fürdővizet melegítettek, de a könyv szeretete megindult. Ifjúsági könyvtáros is voltam. A német kórházban német nyelvű papíromból bejárhassak, mert ott a dohányzó szoba volt a német orvosoknak. Így benne voltam. És örülök, hogy otthon maradtam, mert nem csak győrt nyertem, hanem
nem lettem. Most még Minya László él a osztálytársaim közül, a hajlékszoboszlói idősotthonban, aki 15 évig volt keleti fogságban. Én viszont elvégeztem a dolgomat is. Előkerültek a papírok is, ahogy a Bibliában többször is előfordul, tehát rendezd el a házadat, mert lejár az életed. És itt viszont, mikor bekerültem a szociális otthonba is, ért ez a kettős faromon, akkor meg a Sámuel első könyvének 31. és 33. versében az az ige jött el, én máskor is olvastam, pedig végig a Bibliát, hogy vén embernek nincs hely a templomban. Kétszer szektem meg ezt, Papi Lajosnak itt a kiállítása, annak az édesanyja, Bölöni Erzsiket, én is ismertem, és Szentpéteri Géza a Széchenyi könyvtárban kikereste, hogy hát ott vannak azok a papírok, amik Dr. Sipos István vasárnap iskolai tanítóként minden héten legépelve a kezébe adnak a gyerekeknek, amikről szó volt, és ott van a Bölöni Erzsébet, nagyon sok más még élő, mert nem élő kisújszállási kortársaknak, vagy most mutattam a Mikes utca és Szabadság útnak hívják most a Targós utcát, a Cifra palotának a Komáromi Hentessel szemben, ott volt a Kieház és ott volt a ifjúság találkozója, és úgy összetartottuk, hogy megmenekültek és végességben értük az irányokat. Elnézést kérlek. Én nekem ezt egy másik lelkésznek mondták még ezzel fejezemben, hogy fiatal lelkészt előfogtak a nehéz időben gyűlöletű községbe. Aztán hogy lesz, tiszteletes úr, meghallgat bennünket? Mi a kívánságunk? Tessék mondani. Azt mondja, három kívánságunk van. Egy felesége legyen, ne olvassa fel a körleveleket, a harmadik pedig az, hogy mi a rövid, hosszú kolbász, meg a rövid prédikáció. Nagyon szépen köszönöm, hogy foglalkozott ezt a... Érzem, hogy most én behajtok a Box utcába, és... Hát a startvonalon voltunk. És akinek esetleg van kérdése, nyilván lehet majd szabad beszélgetés formájában is folytatni utána, de hogyha valaki nagyobb plénum előtt szeretne esetleg kérdést föltenni, akár a könyvvel kapcsolatban, akár nagypapa emlékeivel kapcsolatban, ne habozzon, és esetleg van-e valaki, mert ha nem, akkor nyilván utána beszélgethetünk, illetve lehet dedikálni is. Ha kérdés nincsen, akkor bár édesanyám most távozott, megkérem, hogy jöjjön vissza majd, mert igen, neki majd még lesz egy feladata. Én remélem, hogy jól érezték magukat itt a hivatalos részén az eseménynek. Kérdést természetesen várunk, ha nem, akkor majd utána itt beszélgetünk. Az, ura! A polgári közszékháza. Szeretettel köszöntünk mindenkit, kedves jelenlévőt a Városvédői Székvédő Egyesület nevében. A ház gazdája nem én vagyok, csak a választott elnök, tehát nem ugyanaz. Azt hallottam, nem is elég, hogy a nagykorságban nincs ő a házról a férfi a házúra. Na most... Vágy, azt tapasztalni kell, akkor az asszonyéja. Így. Tehát szeretném megköszönni azt a lehetőséget, hogy mi tudtunk ilyen helyet biztosítani a könyvbemutatóhoz, a Sándor bátyához. És ebből adódóan bár tudom, hogy már nem nagyon iszogat bor, de próbáltunk olyan bort választani, hogy ilyen jó kis beszélgetős estékre, való a téli estékre, és kérjük, sok szeretettel fogadja tőlünk születésnapi alkalmából.
predikálja a kis egyik faluba. Én kipredikálom most a Vigézát. Egyszer találkoztunk a 25 év alatt, és most, mikor a könyvemet szültük közösen, akkor lekárgyelezett, hogy így mondjam, milyen ember az a Vitális Sándor. Hát, ha hozzámész, három napi hideg élelemmel. Nem egyéb kicsekvésben, de 40 évet lehúzni a Szatmári Szilva hazájában, nincs szemüveg nélkül, még nagyjából tudok olvasni, aztán viszont veseim, májam, tüdőm, szívem, vérnyomásom is nagyjából rendben van, és a szociális otthon összetételében próbálok nagyon jól helyezkedni, mert mindenkinek azt mondom, hogy ne hozzanak nekünk semmit, csak jó szót, mert itt ennivaló gyümölcs, minden van, és amikor oda kerültem, magam maradtam, hát milyen hely az? Hát mondom, 200 éves asztaltársam van, az egyik hely most is megvan, mondom, Borika néni, Bánhalmáról, meg Barabás Erzsike néni kendelse. Barabás Erzsike kendelse. Szóval mennyi idős az a Erzsike? Hát 99 éves, most már 101 éves volt Lajosnakkor. És hát ilyen tartós dolog van, és az ember, 120 ember közöttetlen el vagyunk, és most ugyan a betegség, mint a töltött káposzta nagyon jó. Ezt a verset még hadd mondjam el. Töltött káposzta más nemzet vérfényben. A töltött káposzta más nemzetnél halál. De a magyarban lelket csak ezt talál. Jobb ez a Helinnél, a Veresvagymánál, ki ebből jól lakik, menten toltárgastál. Dicsérjél tovább, dicsérjél egy magát, keresse meg benne kiki fülét hoztam. Töltött káposztát nagyon szeretjük, mert talán a Szatmári Szilváról is hallottam. És azt látom, hogy édesanyámnál, meg édesapámnál van egy virág, úgyhogy édesanyámnak átadnám a szót. Én is szeretettel köszöntök mindenkit. Annyi minden el, amit így szeretném hozzátenni, hogy nagyon boldog vagyok édesapám mellett, meg a gyerekeim, az unokáim mellett, hogy itt lehetünk, hogy ez az alkalom létrejött. Viszont nem jött volna létre két ember nélkül, akik nem szerepelnek a könyvben, akik nagyon sokat segítettek, és lelkiismeretes munkájukkal hozzájárultak ahhoz, hogy ez a könyv megjelenjen. Az egyik könyv szerkesztője, aki nem tüntette föl a nevét ebben a könyvben, az a Tatár Balla Ági, akinek jelképesen a család nevében szeretnénk ezt a kis segítséget átadni, és megköszönni azt, hogy magadénak érezted ezt a munkát, és hogy ilyen sok örömet okoztál édesapának, én úgy érzem, ezzel hozzájárultál a boldogságához, és talán az életeiveinek megszabadításához. Köszönjük szépen, és köszönjük. És a másik, szintén egy föld, akinek szintén nem értek volna létre ez a szép könyv, aki a kinyújtott kezem volt, a segítségem volt, a kellett kiszaladt, bevitte a könyvet, a kellett kimosta a fejőinket, a kellett szállásra volt nekünk, mint ma este, ő a mi lelki testvérünk, a barátunk, Monokini Zsuzsike. De én úgy gondolom, sokszor adott helyzetben egy köszönöm szó többet jelent, mint bármilyen csokoládé, vagy bármilyen egyéb tárgyi dolog. Nagyon köszönjük a támogatást, nagyon köszönjük, mert ez a kedves
közösség, gyülekezet, nem is tudom, baráti kör, akik itt összejöttek, még az bizonyítják, hogy érdekelte édesapám életútja önöket, titeket, és nem kényszerítve, hanem önként, és remélem, hogy dalolva, mert a pálinka már kint van, úgyhogy ezért készültünk, mert egy-két jó tanácsot kaptam az Ágitól és a Vizikétől, hogy hogy szokott ez zajlani. Rendhagyó módon nem a dr. Tuca Lajos úr volt végig a moderátor, neki külön köszönjük azt az előszót, amit ehhez a könyvhöz írt, abban benne volt a szíve, a lelke, és a miénk is. Köszönjük szépen. Ari Gézának az összefoglalót köszönjük, amit a végére írt. És ugye az volt, hogy szokott ez történni? Hát hogy szokott, hogy van egy kis bemutató, utána egy kis megvendégelés, kis ásványvíz, bubis, nem bubis, kis sütemény, meg hát a végén a szerző szokott hozni egy kis pálinkát. Ebben az esetben eltekintünk ettől. Hát már 40 évig volt Szatmári Szilva hazájának, hát nem lehet. Hát, hogy Szatmári Szilvát nem sikerült beszerezni, viszont a Szentélyi féle Szilvát beszereztük, úgyhogy utánosan, és az Ari Géza törte pálinkáját, meg a Gizike frissen főzött pálinkáját, úgyhogy süteményre, üdítőre, és hideg van kívül egy kis pohárra majd itt a fiaim, meg a férjem, meg akik ott vannak segítenek, és akkor utána, vagy előtte még irányítok a kérdések, és köszönöm szépen, hogy megfogadott. Tóth Albert tanár úr barátunk szokta mondani, hogy csak addig még józanok vagyunk. A delikációt is ejtsük meg, hogy aki szeretne könyvet, bár Sándor bátyámnak kicsit a keze, biztos a 89 év meg az öröm, de minden könyvet tud egy ilyen könyvjelzőt tenni, amelyik az ő keze, hiteles keze írása. Tehát ha valaki lesz könyvet, Tatár Balázs itt van, akkor ő nagyon szívesen ad, és akkor ő egy könyvjelzővel kiegészítve Sándor bátyám át tudja adni. De ez nem mit sem mond abból, hogy esetleg aki a Szilvának a barátja, az nem az írásnak, nem a kettő. Vagy a kettő. Vagy a sorrendet felcseréli, annak semmi akadálya. Bocsánat, én még hadd mondjak egy köszönöm szépen a magam és az apám nevében, mert az a kis notes, amiből ez a könyv született, a apám fogságáról az emlék. Szinte olvashatatlan volt is. Egy szatyor bennyit örököltem, amikor eladtuk a tanyát, vagy eladták a tanyát, mert minket kifizettek, a nővéremét, mert ők gondozták el a szüleimet, és Etelka unokahúgom áthozta, hogy ezek olyan írások, azt mondja, tessék nézzük. És én eltettem, aztán most előkerült. És voltak ilyen apró segítségek. Például ez a még visszatérés a mélyfashoz, hogy mindenemben nincsen semmi sem. Kérem szépen a méhek ugye összegyűjtik. Nagyon sok lelkész, mikor elvették a papi javadalmat a Szabolcsban, akkor méhészettel, galambászokkal foglalkoztak. Engemet a diófa húzott ki, a sárból 59 papírjaig diófa volt a temetőben. És a halottak itt a tehát ez megvolt, és akkor itt is azt látom, hogy ahol nem is gondoltam, hogy kaptam a segítséget kis Katinkától, már Ari Gézát várom elmondta, aki áttette, átírta azt a szép írás, és én sem tudtam, hogy apámban is van költői hajlam. Nagyon figyelmébe ajánl mindenkinek a Fogolyni atyánkot, meg azt, hogy Vladivostoktól, a Murmanszű, minden bejárta, és úgy jött haza, olyanra jött haza, ami fogadta itten a romokban, a felesége a temetőben, és azt mindent meg tudtuk örökíteni.
és azután tovább menne, akik segítettek, meg segítenek nekem, mert most már újra elővettem az írógépemet, azon kézzel tudok írni, címezni borítékot, meg írni, meg leveleket, meg dolgokat. És a bibliai szó, a igével mondva, jövevény voltam és befogadtatok, hogy újra visszatérhettem, mert egy hajdunánási lelkésznek a lánya volt az, aki tavaly írt a sorsáról, aki nagyobb büntetésből ki a szlovák, a Csehszlovákia határára tett egy 200 lelkes valóban. De ő visszaadta, hogy a napja visszatért újra Debrecenbe, a lányát nem egy kis gimnáziumba adtam, nem ott. És mi is megtehettük a két lányommal, hogy Debrecenben végezzék a középiskolát. A idősebbet miniszteri fellebezésre felvették, akkor indult a programozó matematika. Márki lányom pedig két, hadd mondjam el, hogy Győrbe elvégezte a műszaki főiskolát, és amikor eljött a záró bankett, beszélgettek előtte, és négy fiú dicsekedett, ők a Győri Bencés gimnáziumban, egyházi gimnáziumban végeztek és vörös diplomások. És akkor Márti odaállt, hogy hát vegyetek be már engemet is, mert én ugyan Debrecenben a egyedüli református gimnáziumban végeztem, de nekem is ez a bizonyítvány van. Aztán a másik pedig, még ezt is hogy mondjam el, idegen vezető volt, és múzeumban a bibliai képeket nézték a nyugdíjasokkal, Budapesten ilyen turista úton, és egy öreg bácsi oda ment hozzá. Kislány maga olyan fiatal, azt mondja, honnan tudja ezeket, mert máma nem tanítják ezt a gimnáziumban. Azt mondja, az édesapám református lelkész, a református gimnáziumban végeztem. Tehát ilyen aranyom. És nagyon örülök, hogy így. A könyvemben együtt van a múlt, az apám, aki megmaradt egyszerű ünembernek, aztán az én életem, aki falusi lelkész voltam, és gumicsizmát jártam. Gumicsizma azért kellett, hogy a temetőben még nyáron is sár volt, és egyszer venni kellett egy új pár gumicsizmát is. Kínált a boltos a szomszéd faluban, mondom, hogy van-e gumicsizma, de én van, azt mondja. De mondom, nekem olyan kellene, hogy jobb lábom két számmal vékonyabb. Azt mondja, jaj, de jó, azt mondja, áron a gondolat alatt. Aztán még egy derűs ezzel befogadott. Mikor véget ért kisújszálláson a gyapot meg a gumipityban, a szezonja, egyszer megáll a postautó, a Máté Szolkáról itt a postautó, egymás után hat cinkés bőrölőt laknak ki, hát ez kiélehet Kazánytivadban, felelő kisújszállás. Megjelenik a tulajdonos, én az új agronómus vagyok. Mondom, maga kisújszállásról jön ide? Igen, azt mondja, ott ahol 9 nap vagy 8 napról szállott le a sárhoz. Erre megszólal a háta, meg egy kuruc helyen voltam, ugye a tarka mellett. Aztán megszólalt, na ez se eszi meg itt a új káposztát. Ez volt Kazán Tivadarnak
hívták, és kérem szépen kemencébe helyezték utána. Hát harangoztunk is a Kisvarsányi templomban. Nekünk pesti gyerekeknek nagyon nagy élmény volt akkor. Debreceniek is, igen. És tudom, ezért is lehetett az, hogy otthon, amikor mindenki Neuróról beszélt, mert mondjuk, hogy templom van a kertünkben. Nagyon köszönöm szépen a lehetőséget, nagypapánk, és örülök, hogy ennyi kedves ember gyűlt itt most össze. Nagyon szépen köszönöm, még egyszer köszönöm önöknek is, nektek is, és Lajost megkérnem, hogy akkor helyezzük keretbe. Ha nincs kérdés, akkor... De mindjárt hasonlom. Azt mondjam, hogy amikor megjelent a tefele vonat, vagy hogy hívják, korrektúra, akkor hárman felkerestek egy hétfő délután a szociális otthonban küldöttség, hogy nem ismertek én külön a református főszövetségnek a könyvemet. Hát akkor jött a nővérke, vagy egyik vezető nővérke. Hát mondom, én olyan vagyok, mint a mennyasszony a lánykérdést, hogy kérdezzék meg a mamától. És hát megengedett, és behoztak ide a szomszédba a munkásítő iskolába, és hát ottan elmondtam az a dolgokat. Ott volt, aki most temetésen volt, a Batalyi Szilágyi Kisnál, az édesanyján temették. Ott volt Farauzai Béla barátom, és ez volt hétfőn, csütörtökön áramszünet volt a szociális otthonban, plakot csináltam, és ebéd előtt bejön, hogyha nem tudnál elintézni, hogy bombákkalogás eljöjjön, mert annyit látjuk, hogy jó volna itt is az autósok hívványnál. Nem tudom, hogy a Szilágyi az is, akire hivatkozott. Nem leszünk. Nagyon szépen megköszönöm minden kedves vendégünknek a jelenlétet, meghallgatták Sándor bátyánk élettörténetét, a könyvben bővebben, meg színesebben is le van írva, nagyon sok érdekes írás van benne. Én is átolvastam, vagy háromszor, mikor ugye a korrekt lenyomatot megnéző az ember, úgyhogy bátran tessenek, tudom ajánlani, és tényleg a Vitális Pál írását is, mert hát az is egy különleges csemege, hogy valaki 100 évvel ezelőtt leírta, hogy küzdötte végig magát a világháborúba, léghajós katonaként kezdett, úgyhogy ezt is bocsátani. És hát én nagyon örülök, hogy megjelent ez a könyv, és bízok hozzá, hogy fog még új ötletek fognak megjelenni, és akkor is ilyen szép közönségünk lesz. Tehát még egyszer felajánlom, hogy akik szeretne ebből a kötetből vásárolni, itt alkalom van rá. Persze ezen kívül is van a könyvtár, aki most nem gondolt erre, és akkor hát átadom a család vendég szeretetét a közösséget. Köszönöm. Ugye volt egy ilyen vicc, hogy megáll valaki a kapukba, bekopogtak, vagy becsengett. Tessék adni egy pohár vizet, mert olyan éhes vagyok, hogy nem tudom hova. Lálásom. 9 óráig volt kibennünk.